Jó. Beállítjuk a kamcsit. Eger környékén vagyunk. Éjszaka már nem volt humorom lejönni a városba. Ráment volna még egy-két óra. Szóval úgy döntöttem, hogy egy hegyi részen alszom. Végre jó meleg volt, az egy baj volt csak, hogy a föld meg túlságosan kemény. Szóval a mai alvása volt tökéletes. Itt a váracska. Meg lehet tekinteni. Én egyszer voltam benne, most nagyjából annyi idő lesz rá, mint a többire. Mondjuk alszik mindenki ilyenkor még. Nincs 7 óra. Tiszteletét tettünk a főtéren. Valami út féleséget kéne keresni. Egerben találtam egy nyitva lévő boltot. Gyorsan szereztem vizet, illetve zsebkendőt. A zsebkendő az mindig jó jön. Nem akarom részletezni akkor a reggel történéseit. A plusz kikozmetikáztam a kerékpárt is. Thank you.
Hát jó. Na, kékes DH rész. Megnézzük, mit tud a pálya. Ellenkező irányba tettem meg egyszer. Elég vadállat. Wow. Nézzük. Mik a sérülések? Itt igazából ez a ruháért csak ide bele. De ezen könnyen oldó. Ezt könnyen megoldjuk. Hát a lezáromat el. Mindegy. Nem, elfejtettem. Kinyílva lett ez a szar. Én vissza nem megyek érte. Igazából nem is nagyon kellett volna elhozni. Ez így nem lesz jó. Azért nem tudok én sem mindenre figyelni sajnos. És egy csomó hülyeséget meg kell csinálni. Mosás, kaja, szárítás. Na, de nézzük tovább a trekket. Ah, ez azért eléggé vadállat volt. Thank you.
százalék. Az itt jön fel jobbra. Nekünk marad a másik irány. Hát szerintem én ezt megkivégeztem. Ezt az aksit. Ameddig vesz vele, addig vesz. Itt a hegytetőn már megérkeztek a másnap rajtolók is. Nem gondolom tartalmas éjszakájuk lehetett, hogyha egy nap alatt ledolgozták az egy nap előnyt. Egészen elvetemültem. Kocabringások is. Tájvédelmi körzet. Az elmúlt néhány napban volt néhány ilyen körzet. Jövőre majd be kell szerezni egy ilyen kormánytáskát, vagy még idén. Lehet, hogy ehelyett a hátsó nyeregtáska helyett. Szerintem ez... annyira nem jön be ez a megoldás. Bár arra kíváncsi vagyok, hogy milyen használati nyomai lesznek majd a táskának egy ilyen talap után. Ajjajaj, ennyit a jó útra. A táska egyszerűen nem áll normálisan. Mindig attól parázok, hogy leesik. Ez elég durva lenne, de nem tud leesni. Na, élvezzük a tájvédelmi körzet nyújtotta örömöket. Rögtön egy emelkedővel kezdődik. Hú! Nem is emlékszem, hogy voltam-e már Gajatetőn, ismerős a neve, de így nincs meg, hogy néz ki. Ha a Mátra vagy a Bükkmaraton felmegyed, akkor valószínűleg igen. Hol tartunk? 80 km, 16 óra, 10 óráig megyünk.
Garmin már megint enni kér. Fasza. Direkt elraktam a madzókat, hogy majd sem kell. Mindegy. Egyelőre koplálni fog. Ahogy nézem, ez a 2000 milliamper órás aksi, ez pont határeset ilyen 4-5 napos túrákra. Inkább 4-nek mondanám. Mondjuk kérdés, hogy kinek milyen felszerelése van. Valakinek például egyáltalán nincs lámpája. Nekem van mindenféle hülye GoPro aksim, amik zabálják az energiát. Lássuk. Szerintem már régiek ezek az aksik, és gyorsan lemerülnek. Ezeket is töltögetni kell. Telefon se eltölteni. Ezt a trackert egyelőre nem kellett. Mi van még? Ja, meg azok a hülye mikrofonok. Papíron jól néz ki, hogy 7-8 órát kibírnak, de egyszer bekapcsolod, és folyamatosan működnek, akkor egy ilyen hosszú tekerést elég macerás velük végigmenni. Első most valami problémát, vagy legalábbis nem láttam, hogy tölteni a powerbank az éjszakai lámpát. Ami azért jó lesz szívás lenne. Mi a helyzet? Megálltatok egy heroin injekcióra? Mert leérnek az zsákok. Úgy látom, te is hasonló problémákkal küzdesz. Aha. Nem akar megmaradni a helyén. Amúgy nem esik ki, mert... Nem, akkor nem tudom leszedni. Csak úgy tűnik amúgy, mert itt vastagabb van valami szivacs, és az biztos nem tud kiesni. Ez ilyen sátortartó. Pedig az ilyen speckó izé, nem? Direkt erre a célra kimondom. Hát igen, csak nem a teleszkóposra van kitalálva. Hát, jövőre ki kell venned. Lokál. Tényleg, az is jó. Ide ráhegeszed egy pontot, azt akkor egyben nem lesz. És instant lokál. Egyébként nekem most csak ilyen 5-6 centit mozog a villa. Lehet, csak föl kellett volna fújni rendesen. Egyébként meg szerviz férne rá, mert szerintem ez soha életében nem mozgott még, hogy egy éve már biztos nem mozog 9 centit. Az a hivatalos.